Szeptember 16-ától 18-áig tartott az idei, immár 24. Kopácsi halásznapok Horváth Baranya egyik legnagyobb szabású gasztrokulturális rendezvénye. A háromnaposra duzzadt rendezvény látogatottságára ugyan kihatott az esős időjárás, a jó hangulatnak azonban még ez sem szabott gátat. Aki egy jót akart szórakozni és jót akart enni, azt még a hűvös idő és a zuhogó eső sem tudta eltántorítani attól, hogy ellátogasson Kopácsra a 24. halásznapokra. Az egykori halászfalu lakosai 1998-ban döntöttek úgy, hogy bemutatják országvilágnak, milyen volt egykor az élet a víz melletti faluban, milyen ételeket fogyasztottak és milyen hagyományokat ápoltak. A 24. halásznapokat rendezzünk a Kopácsnak a nevébe, meg az egész megye nevébe. Elképzeltünk 5000 kiló halat, meg 1300 kilogat húst. Hogy majd most ebből az időtől függ, mi fog elmenni, majd meglássunk. Úgyhogy ebben az elsős időben is sikerült megtartanunk. A régi halászmesterséget ma már nem űzik, a halételek viszont nagy népszerűségnek örvendenek, ezért a fesztivál a helyi gasztronómia köré épül. Az ételkínálatról évek óta a helyi szarvas vadásztársaság gondoskodik, tagjai jóvoltából igazi látványkonyhát csodálhatott meg a látogató. A kínálatban a vadételeken kívül természetesen halpaprikás és csiptetős ponty is szerepelt. Gasztronómia az egyszerűségre alapozik, lényegében az egész hal ételeket egyszerűen készítsünk, meg van pucolva a hal, ki van nyitalal, megsózni, rá a tűzre megsütni és lehet fogyasztani. Tudjunk, hogy az ártéri erdében a kopácsiak haláztak, nagyon-nagyon messzire kellett valamikor csónakkal menni, evezni, evezővel, csiklivel halászni, napokig lent kellett lenni a réten, és így van a gasztronómiának az egyszerűsége, a csiptetéspont és a mondéros csuka is, ami sajnos most nincs itt, és a halpaprikás is, úgyhogy víz, só, paprika, hagyma és ennyi. Mint ahogy a halételek, úgy a kultúrműsor is elengedhetetlen része a kopácsi halásznapoknak, amelyről a kezdetektől fogva a helyi Arany János Magyar Kultúregyesület gondoskodik. A háromórás programban három ország 12 táncsoportja lépett fel, bemutatva szűkebb és tágabb régiónk népi tánc hagyományait. 24. halásznapokon vagyunk itt most Kopácson, és az Arany János Kultúregyesületnek általában mindig az a feladata, hogy a szombati főnapon egy színvonalas, minőséges kultúrműsort szervezzen. Ez azt hiszem, hogy az idén is sikerült, annak ellenére, hogy szakadó eső van. Három országból 12 tánccsoport van jelen, úgyhogy nemzetközi táncfesztiválnak is lehetne nevezni. Vajdasági Kupuszináról régi ismerőseink, ők már a kezdetek óta táncolnak nekünk. Említem még Zengővárkont, akik szintén az elejétől már nagyon jó kapcsolatot ápolunk, de vannak horvát táncsoportjaink, és természetesen a HMTK Egyesületének a táncsoportjai azok, akik minden évben szívesen eljönnek, vállalják ezt a dolgot. Sajnos az idén felvonulást nem tudtunk tartani az eső miatt, de viszont a nagy színpadon szerintem mindenki igazán minőséges táncokat láthatott. A Kopácsi Halásznapok egyik társ szervezője a HMDK Kopácsi Egyesülete, amelynek tagjai egy közös élőzenés halvacsorával vendégelték meg az országos elnökség tagjait, valamint azokat a helyi aktivistákat, akiknek köszönhető, hogy a falu neve a rendezvény révén messze földre eljutott. Ők szervezték a vasárnapi halfőző versenyt is, ahol összesen 40 bográcsban rotyogott az eledel. Elégedettek vagyunk az időjárásnak köszönhetően, ugye mert az elmúlt két napban elég rossz idők volt és kisütött a nap, úgyhogy boldogok vagyunk. Meg tudtuk szervezni a 24. halásznapokon a halfőző versenyünket. A kopácsi halfőző versenyen általában másonnan érkező csapatok jelentkeznek, mert a kopácsi emberek a halásznapokon vannak elfoglalva, tehát főznek a vendégeknek, de viszont a versenyen nem tudnak jelen lenni. De így is örülünk, és az egész Lavóniából érkeztek versenyzők, külföldről is érkeztek csapatok természetesen, 40 csapat jelentkezett be. Először tartunk halfőző versenyt új székelyükön, és viszonylag mindenkinek nagyon tetszik, úgyhogy lehet, hogy ebből hagyomány fog keletkezni.
A halásznapok jellegzetessége a kirakodóvásár is. Az őstermelőknek köszönhetően házi készítésű finomságokból, borokból, sajtokból és fűszerpaprikából idén sem volt hiány, de egyedi kézműves termékek széles skáláját is felvonultatták. Az esti órákban pedig mindhárom nap koncerteket élvezhetett a közönség. A szervezők ezúton is köszönetét fejezik ki mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a rendezvény sikeréhez. A kopácsi halásznapok ugyanis nem valósulhatna meg a település valamennyi civil szervezetének a csapatmunkája nélkül.